A 2012. évi költségvetés közel 25 milliárd forintos kiegészítő támogatást tartalmaz. Hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyet Girúszász András kormány szóvivő és Tálai András, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára tartott még júniusban. Tálai András a tájékoztatón elmondta, első ütemben azok kaphattak a támogatásból, akik április 30-áig pályáztak. Az 1345 önkormányzat, aki kiegészítő támogatást kért, az igényel támogatásának az összege 43,8 milliárd forint volt. Ebből az összegből közel 10 milliárd forintot osztott szét a kormányzat országosan. Szabolcs megye is kiemelkedően szerepelt, hiszen több mint 1,5 milliárd forintot kapott 89 szabolcsi település. Nagykáló 75 millió forintos kiegészítő támogatásra pályázott. Ebből az összegből a bírálóbizottság közel 50 millió forintot ítélt meg a város számára. Nagykáló nem először pályázott az úgynevezett önhikire, vagy szakmai nevén az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok kiegészítő költségvetési támogatására. 75 millió forintra pályáztunk, és sok szempontot vesznek egyébként figyelembe a pályázat odaítélésénél, elsősorban pénzügyi, de egyéb szempontok is közrejátszanak. Azt gondolom, hogy ez a városban történő munkának az elismerése is, hogy elég jól kaptunk, úgymond. A megyébe a negyedikek vagyunk a bruttó összeg szempontjából. Juhász Zoltán polgármester továbbá arról is beszélt. A kiegészítő támogatás kötelező feladatellátásra fordítható, így a most megítélt pénzösszeget az oktatás színvonalának fejlesztésére és a városban zajló fejlesztések önerőfinanszírozására fordítják majd.